A PMFC MB2-es labdarúgó csapata a DVTK együttesét látta vendégül a Merkantil Bank Liga 5. fordulójának záró mérkőzésén hétfőn. A két szurkolótábor között híresen jó a viszony, így remek hangulatban kezdődött a találkozó. Az 5. percben azonban egy szerencsétlen találat miatt hátrányba került a Pécs, de a 19. Szatmári lerántotta Tóth Gábor Kristófot a 16-oson belül, a védő piros lapot kapott, míg a PMFC büntetőhöz jutott. A pécsi támadó góljával egyenlítettek a házigazdák. Majd a 24. percben Harsányi találatával már át is vette a vezetést Weitner Ádám együttese. Nem sokat vártak a válaszsal az emberhátrányban játszó vendégek. 2 perccel a pécsi gól után Szőke révén egyenlített a DVTK. A 36. percben aztán egy szabadrúgást Kesztyűs tekert középre, amit Tóth Gábor Kristóf fejelt a hálóba, így újra átvette a vezetést a PMFC. De negyed óra múlva ismét egyenlítettek a vendégek, majd a 69. percben Harsányi rúgta a PMFC 4. gólját. 2-es emberelőnyben játszott a 74. perctől a Pécs, de nem sikerült újabb gólt szerezni, így maradt a 4-3-as végeredmény. Hazai pályán elért újabb sikerével ismét visszalépett a Merkantil Bank Liga tabellájának 3. fokára a PMFC, ráadásul továbbra is veretlen a bajnokságban. Teromos derbi volt az eleje, sok volt a gólváltás, amiből igazából 2 kiállítás is tarkította a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy a csapatom próbált futbolozni, alakítottunk ki helyzeteket, meg volt az a csapategység, amivel egy ilyen jó csapatot le lehet győzni, és végén győzteseként hagytuk el a pályát, ami üdvözítés, nem örülök neki. Folytatás augusztus 28-án vasárnap 17:30-től az FC Csákvár vendégeként.